programot ugye a Kaptár Ifjúsági Prevenciós Iroda, valamint a Fogyasztóvédelmi Alapítvány szervezte, Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Alapítvány. Ennek a célja az, hogy a fiatalokat most így a nyár folyamán is kicsit aktivizáljuk. A disputa az egy nagyon jó módszer erre, hiszen a disputával azért tanulnak is valamit, ugye érvelni tanulnak meg, egy kicsit fejlesztik ugye a beszédkészségüket, az, hogy ki tudják magukat egy kicsit fejezni, és emellett még ugye, hogy ezt a módszert megtanítjuk nekik, emellett hallhatnak a fogyasztóvédelemről is, hogy mi is ez pontosan, mire kell odafigyelni mondjuk egy vásárlást, ugye a tudatos fogyasztás és vásárlás lesz a fő témája ennek a három napnak. Az első napban kicsit arról beszélünk nekik, hogy mi is az a disputa, valamint egy kicsit a fogyasztóvédelem alapjairól. Utána pedig olyan tételmondatokról fognak vitázni, amivel megindítjuk a gondolataikat, és kérdéseket tudnak majd megfogalmazni ezzel kapcsolatban.